Amint beköszönt a tavaszi idő, egyre többen ragadnak túra bakancsot és veszik célba az erdőt. Azonban bármikor bekövetkezhet a baj. Eltévedhetünk, illetve baleset is érhet a vadont járva. Sok esetben a szárazföldi kutatás bonyolult, időigényes folyamat a terepadottságok okozta nehéz megközelíthetőség miatt. Éppen ezért az ilyen rendkívüli esetekre specializálódott a Magyar Nemzeti Mentő Drónpilóták Egyesülete. Ezt az egyesületet 12 fővel azért alakítottuk, mert amikor megjelentek a drónok, akkor úgy gondoltuk többen, hogy ezek a mai modern technológiai eszközök tudják segíteni azokat a fekete foltokat, amiket a földi mentőegységek például nem látnak. Tehát levegőből sokkal hamarabb, sokkal gyorsabban, nagyobb felületen lehet nagyobb részt befutni látószögben, és hogyha esetleg van valami megtalálás, akkor pedig a földi mentőegységeket pontosabban lehet oda irányítani. A hatóságok elfogadták ezt a rendszert, illetve azt is, hogy az egyesületek vannak. Van egy nagyon jó megállapodásunk polgárőr szervezetek között, és mivel a polgárőrség szorosan együttműködik a hatóságokkal, katasztrófavédelem rendőrség, ezért velük is egyre jobb a kapcsolat. Értelemszerűen építjük ki mindig a kapcsolatokat. Most például a Heves megyei és Nógrád megyei katasztrófavédelemmel írtunk alá a megállapodást, és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyeivel pedig folyamatban van. Az, hogy tulajdonképpen gyönyörű és nagyon szép hobbi, nekem az is nagyon fontos, még nőként is a racionalitás, tulajdonképpen egy hasznos is legyen a technológia. És hát tudni kell azt is, hogy nem csak emberekkel történik probléma, hanem itt nálunk, a közelben, ugye rengeteg mezőgazdasággal foglalkozó és állattenyésztéssel foglalkozó ember dolgozik. Sajnos vannak, amikor ezek a haszonállatok elkóborolnak, úgyhogy nekem az első-legelső önálló kutatási műveletem egy lónak a megkeresése volt a Pákozdi hegyekben. Tulajdonképpen a pilóta nélküli jármű rendszerek, amikről gyakorlatilag beszélünk, és ezekbe a mentésbe bevont eszközök a merevszárnyú és a forgószárnyas pilóta nélküli légijárművek elsősorban, bár egyébként rendelkezünk víz alatti kapacitással is, tehát víz alatt üzemelő járművel is rendelkezünk, de ugye a laikus számára a drón az a sok propellerrel rendelkező légijármű. Ettől függetlenül mi azért a mentési gyakorlatokban használunk nagy és középhatótávolságú merevszárnyas légijárműveket, amik gyakorlatilag ugyanazt tudják, mint a multikopterek, ugyanúgy egy kamerarendszer van rajtuk, különböző fajtájú kamerákkal, távérzékelő rendszerekkel, viszont jóval messzebbre tudnak menni, jóval jobb az energiagazdálkodási rendszerük, tehát sokkal hosszabb ideig fent tudnak maradni a levegőbe, és emellett egy olyan nyitott rendszerben dolgozunk, ami képes például bármikor egy rendőrségi, vagy éppen egy katasztrófavédelmi mentés-irányítási rendszerhez csatlakozni. Folyamatos fejlődés a drón technológia. Oktatóként is tevékenykedem. Azt tudom mondani, hogy rengeteg, de rengeteg gyakorlás, minél több repült óra az, ami azt tudja mondatni egy drónpilótával, hogy biztos kézzel vezeti már azt a pilóta nélküli légijárművet. Kell egy jó szemkéz koordináció, abszolút nagyon fontos, hogy valakinek jó szeme legyen. A másik pedig a személyiségbeli tulajdonságok, koncentráció képesség. Ez nagyon fontos az, ami egy pilótát igénybe vesz, hiszen kint dolgozunk, általában ugye, ami a technológiának és a pilótának is megfelel, melegben vagyunk kint a legtöbbet, fizikailag is felkészültnek kell lennünk. Nyilvánvalóan egyébként a maguk a pilóta nélküli légijárművek azt látják, amilyen szenzorral fel vannak szerelve. Nyilván az értékük abban az ütemben fog emelkedni, minél speciálisabb eszközök vannak a fedélzetén. A multikopterek, ugye, mint forgószárnyas eszközök, általánosságban véve sokkal több energiát használnak föl, mint a merevszárnyas repülőgépek, így sokkal rövidebb az idejük, viszont hatékonyabban tudnak mozogni, lebegni tudnak, meg tudnak állni, kicsi hely kell nekik a le- és fölszálláshoz. Cserébe a merevszárnyas repülőgépek ugye relatív nagy helyen tudnak föl- és leszállni, tehát ennek biztosítani kell a megfelelő területet,
Ellenben a mi maximális kapacitásunk jelenleg 6 óra a levegőben töltött idő. Ez alatt az idő alatt akár 5-6 négyzetkilométert is egy felszállással fel tudunk mérni. Azt szeretném, hogyha az Egyesületben minél több önkéntes jelentkezne, hiszen vagyunk így is jó páran, de amikor jön egy riasztás, akkor nagyon jó lenne, hogyha közelről be tudnának segíteni nekünk az emberek, hiszen ez a technológia igényli azt, hogy felkészítsük. Tehát nem tudunk azonnal ugrani, hanem nekünk fel kell töltenünk az akkumulátorokat, a perifériákat fel kell készítenünk a mentésre, kell hívnunk segítséget, és ez csak úgy tud rendesen megvalósulni, hogyha egyre többen leszünk. Korábbi adásainkból, valamint az Önkéntesen a Kárpát-medencében című sorozatból már megismerhették Pesti Balázs műsorvezetőt. Az Önkéntesen elvégezhető segítségre megannyi lehetőség áll rendelkezésre, ezekből pedig Balázs is komolyan kivette a részét. Azonban fontos, hogy a civil szervezetek minél szélesebb körben szólítsák meg a fiatalabb generációt is, buzdítva őket az önkéntesség nemes feladatára. Azzal kezdeném, hogy Teréz anya is azt mondta, hogy mindenki tud valamit tenni, úgyhogy ezen felbuzdulva úgy gondoltam, én is tudok többet tenni, nem csak a reggel 8-tól este 6-ig tartó munkát tudom megtenni, ami nekem jó anyagilag, meg egy cégnek talán, viszont ennél sokkal többről szól az élet. Azzal részben értek egyet, hogy az önkéntesség az teljesen önkéntes alapú, vagy ezért nem kap az ember nyugtatást ugyan, de nagyon sok mindent visszakap. A dokumentumfilm sorozatban azt igyekeztük átadni, hogy mindenki, aki segít, aztán nem is anyagi juttatásban, nem is más ellenszolgáltatásban, de lelkileg feltöltődik. Országszerte 60 ezer civil szervezet működik. Megyénként körülbelül 2000-6000, attól függ, hogy milyen nagyságú a megye. Tehát van arra lehetőség, hogy különböző fórumokon megjelenjünk mi magunk is, és hogy a fiatalok csatlakozzanak hozzánk, akit a kultúra érdekel, ahhoz csatlakozik. Környezetvédelem, állatvédelem, szociális terület, oktatási terület, tehát nagyon-nagyon sokfélék vagyunk. Szerettük volna bemutatni az ifjúságnak az ország civil szervezeteit, egyesületeit, alapítványait. Fontosnak tartjuk, hogy fiatalok is bekapcsolódjanak a civil munkába. Mi nem vagyunk intézmény, iskola, így valami más kellett megjelenítenünk. Ezért hívtunk be országszerte olyan szervezeteket, amelyek valami érdekes showval tudják bevonzani a fiatalokat. Így aztán lesznek itt állatvédők, mentőkutyával. A mi szervezetünk, az Életjelmentő Csoport az ország legidősebb civil speciális mentő szervezete. 1994-ben alakult, úgyhogy már most a 28. évet tapossuk. A fő feladatunk az eltűnt személyek felkutatása, kutyával, műszerrel, különféle technikákkal, búvártechnika, alpintechnika, illetve katasztrófák sújtott a területekre is vonulunk, hogyha kérik a segítségünket. 18-an vagyunk, illetve most 4 kutya az, aki tanul, illetve dolgozik. Itt az ölembe 97-es Ranger, ő most szokja itt a tömeget, a zajt, tehát ez most egy nagyon jó gyakorlat neki, de ahogy elnézem, tehát nem lesz ezzel probléma. Ez alapvetően nem egy szakma, nem egy hivatás, hanem ez egy életstílus. Itt a minden arról szól, hogy bármikor elmozdulhatnak, bármikor el kell indulni, akár egy hétre vagy 10 napra is. Be van stokizva, úgymond a bevetési ruha, 10 napra elegendő élelmiszer, víz. Tehát ezek mindegyik föl van készítve, és hogyha jön a jelzés, akkor mindenki tudja a saját dolgát. Ebbe belerázódunk, például én nem iszom abszolút alkoholt, mert tudom, hogy bármikor riasztató vagyok. Az önkéntességgel kapcsolatban ültek le hozzánk nagyon sokan. Ez annak is köszönhető, hogy a Fekete Sereg Egyesület nemzetközi önkéntességgel foglalkozó munkatársát hívtuk meg a mai napra.
és hozzá nagyon sokan betértek, tehát tájékozottak arról, hogy Európában, akár Európán kívül is milyen önkéntes tevékenységet lehet vállalni. Megpróbáltuk őket meggyőzni, és el is fogadták, hogy ez azért nagyon fontos, mert amikor majd állásinterjúra mennek, vagy az első önéletrajzukat megírják egy céghez, akkor bizony még munkatapasztalat hiány nagyon fontos lehet az, hogy önkéntes munkát vállaltak itthon vagy külföldön. Olyan területeken dolgozunk, ami mindannyiunk számára fontos. Tehát mi ingyen, mi szeretetből, mi elköteleződésből adjuk hozzá a magunkét, a munkánkat. És ha ez így maradna, és a fiatalok ezt a szemléletet átvennék, akkor biztosan elégedettek lehetnénk. A hasonló gondolkodású, hasonló mentalitású, de mégis elképesztően más hátterű emberekkel találkozik itt az ember, és valahogy úgy érzi ilyenkor mindenki, hogy mint egy nagy család része lenne, ahol támogatják egymást, támogatjuk egymást, ahol a jobb adni, mint kapni alapon bebizonyosodik az, hogy szerető lények vagyunk, szeretetre vágyunk mindnyájan. Ez a cselekedet, ez nem kér enni, ez nem kerül pénzbe, csak az időnkbe kerül, viszont az időnk véges, és mindenkinek érdemes átgondolni azt, hogy mire fordítja az idejét, hiszen ez egy érték. Az idő hamar eltelik, én sem vagyok túl idős még, de látom a kicsi fiamon, hogy eltelik másfél év, és mintha tegnap született volna meg. Nagyon nem mindegy, mit kezdünk az életünkkel, nagyon nem mindegy, hogy mit kezdünk a napjainkkal, perceinkkel is akár, és azt gondolom, a legnagyobb érték, amit tehetünk, az a saját növelésünk érdekében is az, hogy másoknak segítünk, és ezáltal önmagunkon is segítünk, hogy jobb legyen ez a világ, amiben benne vagyunk, Covid ide vagy oda. A madarakra leselkedő leggyakoribb veszélyforrások az áramütés, az országúti balesetek, illetve sajnálatos módon a mérgezés. A Hortobágyi Madárkórház Alapítvány ezekről a sérült vagy beteg állatokról gondoskodik megfeszített erővel az év minden napján. Ezzel nagyon sokat kell dolgozni, tehát ilyenkor is most már mindig is 4 évszakos volt a tevékenységünk, de nyáron azért a csúcsszezonban reggel 8-tól éjjel 2-ig szinte minden nap. Tehát nincs olyan, hogy éjfél előtt az ember ki tudjon jönni a műtőből, mert annyi a beteg madár. Évente most már 2-3 ezer madarat látunk el a kórházban, és további 2-3 ezer madarat azon a 40 mentőhelyen országszerte, amelyekkel kapcsolatban vagyunk. Az áramütés ugye a legfontosabb probléma. Mondhatom azt, hogy a hozzánk beérkező 5-6 ezer madár, amivel kapcsolatban vagyunk, ugye közvetlenül és közvetetten, ezeknek az 1/3 az áramütéssel kapcsolatban, vagy pedig a légvezetékekkel való ütközés, tehát mindenképpen az elektromosság miatt sérül. És ennek sajnos jelentős része elpusztul, illetve tartósan sérült nyomorékmadár lesz, amelyeket mi, mondhatom azt, hogy kevesek között az országban, szinte egyedül életben tartunk, akkor is, hogyha féllábú, félszárnyú, és ott a Hortobágyi Madárparkban a látogatók okulására bemutatjuk, de ezeknek a madaraknak olyan életkörülményeket biztosítunk, hogy ott valamilyen szinten a körülményekhez képest érezzék jól magukat. Ennek bizonyítéka az, hogy megtartják a küzdőképességüket és a szaporodási képességüket. Tehát ott ők párba állva olyan tojásokat tojnak, utódokat költenek, és az utódokat tudjuk visszaadni a természetnek. Ez nagyon fontos. A másik dolog a mérgezés, ami miatt sajnos arányaiban, mennyiségét tekintve hasonló kárt tud okozni, mint az áramütés, de hozzánk, ami mérgezett és élve kézre kerül, az nagyon kevés, viszont annak a hatásfoka, a gyógyítási hatásfoka egész jó, de sajnálatos módon minden évben most itt az utóbbi hetekben is egy fokozottan védett parlagisas és egy fokozottan védett rétisas pusztult el mérgezés következtében. Annak ellenére, hogy ugye azért ennek elég sok nyilvánosságot igyekszünk adni, akár a médián, akár a mi saját tevékenységünk során, és még mindig csinálják tiltott, mégis van.
kéne olyan erre született, megfelelő hivatástudattal rendelkező elhivatott kollega, aki ebben segít, és majdan folytatja ezt a tevékenységet. De nem csak állatorvos, önkéntesek. Van elég önkéntesünk, de sosem annyi, mint amennyivel ezt a munkát jobban lehet végezni. Úgyhogy szeretettel hívunk és várunk minden olyat, aki tenni akar ez ügyben. Jelentkezzen nálunk a honlapunkon található e-mail címeken, és töltsön ott egy hétvégét, egy vagy két hetet Hortobágyon mi nálunk. Egyszerű, természetjáró ember azt gondolná a látványból, hogy kitört a szaporodási láz az őzeknél, hogy az új generációért vívott csaták folynak a mezőkön, és általában is azért olyan feldúlt minden őzbak, mert végre itt a szaporodás ideje. Holott nem. Az őzbakok március és október-november között aktívak ivarilag, de az üzekedési időszak július-augusztusra korlátozódik. A suták többsége 14 hónapos kora körül válik ivaréretté, de számos adat bizonyítja, hogy kedvező táplálkozási körülmények között már életük első telére ivaréretté válhatnak. Az őznél a megtermékenyülési képesség ideje jellemzően alig 36 óra időtartamú. Az őz az egyetlen szarvasféle, amelynek embrionális fejlődése nem folyamatos. A megtermékenyülést követően a magzati fejlődés megáll a morula, az úgynevezett szedercsíra stádiumban, amikor az embrió a méhbe jut. A magzat csak december végén, januárban ágyazódik be, és az embrionális fejlődés csak ezt követően folytatódik. Ezt a késleltetett beágyazódásnak nevezett jelenséget nem a fotoperiódus szabályozza, hanem a szedercsíra állapot utáni sejt takarójának a fejlődése. A késleltetett beágyazódás miatt a vemhesség ideje 264-318 nap között változhat. Az őzgidák április és július között születnek meg, nagy többségük pedig május-júniusban. Akkor tehát mégis mit látunk-e hangulatos őszben kifejezetten gazdag mezőföldi területeken? Voltak épp az őszbakok nagy tavaszi magukra találását, mert hogy új agancsuk immár teljesen kész, egyértelműen hadrafogható. A letisztítás és a próba ideje érkezett tehát el. Az eddig kisé esetlen fiatal őzsrácokból komoly bakok kezdenek válni, akik ennek minden jelét szeretnék a világnak megmutatni. Ez az időszak a későbbi territóriumok első kijelöléseinek ideje, és megkezdődik a szokásos férfias rivalizálás is. Bakjaink készülnek az év szokás szerint számukra legnagyobb megmérettetésére, az őznászra. Ennek első, még csak gyakorlást jelentő lépései ekkor legizgalmasabb nagyvadas eseményét jelentik az értő vadász szem számára. De a tavasz felett őszinte örömet érző, egyre kevesebbet vacogó, elszánt természetfilmesnek is. Erdő Ernő bácsi meséi. Milyen munkát végeznek az önkéntesek? Egyre többen vannak, akik egy ügyet, problémát annyira fontosnak éreznek, hogy saját maguk aktívan is részt vesznek a megoldásában. Ők az önkéntesek, akik nem azért szednek például szemetet az erdőben, mert számukra kötelező vagy fizetést kapnak érte,
hanem mert szeretik a tiszta erdőt és büszkék, ha ők is részt vehetnek a megtisztításában. Te is lehetsz önkéntes. Keres egy jó ügyet, fogjatok össze a barátokkal és hajrá! Nincs jobb buli, mint önkéntesnek lenni egy nemes ügy érdekében. Kedves nézőim, a mai adásomba egy kis csavart teszek bele a klasszikus magyar almalevesbe, erősebb narancsos ízt fogunk belecsempészni ebbe a levesbe. Először készítünk egy redukciót. A redukció azt jelenti ilyenkor, hogy kevés folyadékban, ilyenkor vízben egész fahéjat, illetve szegfűszeget beleteszünk. Ezt általában azért szoktam csinálni, hogy amikor esszük a finom levest, akkor nehogy valaki ráharapjon egy ilyen fahéjra, szegfűszegre, nem az íze miatt, hanem a fogsorunk miatt. Feltettem a redukciót főzni, a megpucolt almákat, ilyen egyszer egy centis kockákra szoktam fölvágni. Ha valaki előtte megpucolja az almát, egy picit citromleves vízbe tegye bele, mert akkor nem fog szépen megbarulni, hanem megmarad a gyönyörű szép fehér színe. Az a jó ebbe az almában, hogy ez nagyon sok mindenre alkalmas. Először is téli vitamin pótlásaként. Nagyon nagy kultusza van az egész világon. Sültekhez adni, köretként, főzelékként. Mint tudjuk, Magyarországnak van egy szegmense, ahol az almát kimondottan nagy szeretettel termesztik, ez pedig fent Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, szatmári részen, illetve a beregi részen rengeteg alma termő település van, Szamosújlak, Netán, Kisfaluka, de Cégénydányád, Gyügye, ahol finom almákat lehet venni. Egy kis eredeti narancslevet is már csepegtettünk bele. Teszek hozzá cukrot. Aki édesebben szereti, akkor az édesebbet, többet tesz bele. Teszek bele egy csipet sót, ez nagyon fontos ennél a levesnél. Illetve egy picike vaníliás cukrot is még pluszba teszünk hozzá. És szépen hagyom főzni. A redukció akkor jó, amikor kevés vízbe tesszük fel, mert jó koncentrátum lesz, és ezáltal majd csak a levit fogjuk hozzáadni a levesünkhöz, az almaleveshez. A gyümölcsleveseknél el kell mondanom, hogy többfajta sűrítési eljárást. Van a klasszikus régi, a liszt tejfölös alvarásos eljárás, de most már azért a lisztet ki lehet váltani egy kukoricakeményítővel, egy pudinkkal, egy vaníliapudinkkal. Gyümölcsleveseknél lehet egy megypudingot, szamócapudingot hozzátenni, vagy egy nagyon fontos, a saját anyagával. Amikor főzzük így a levest, kiveszünk belőle és leturmixoljuk, és későbbiekben utána visszahelyezzük, és nem kell külön semmilyen másfajta alapanyaggal sűríteni. Nekem itt felforrt a redukció, és hozzá fogom önteni a leveset. Megcsináljuk hozzá a habarásunkat, a sűrítésünket, vanília pudinggal. Mint azt már említettem a kedves nézőknek, jól simára tudom kavarni a tejszínnel a pudingot. Előszokott a szördulni mostanában, hogy kipelyhedzik a gyümölcsleveseknél a habarás, nem probléma. De ha valaki erre nagyon allergiás, akkor előtte turmixol, jól összeturmixolja, vagy egy picike tejfölel még besegít neki, de ez nagyon jó lesz így. Ilyenkor leszoktam húzni a tűzhelyről, mikor sűrítem. Megint jön az a klasszikus eljárás, amit már az előző adásaimban meséltem, hőkengyelítek. Ez azt jelenti, hogy levesnek a levéből hozzáöntök a sűrítő anyagunkhoz, itt például a habaráshoz. Gyorsan elkeverem hozzá. Visszateszem egy pár pillanatra, fel fog nekünk ez rottyanni, és hozzáöntöm a narancslevünket.
kedves nézőim, jó étvágyat kívánok hozzá, próbálják ki otthon önök is.